Jó estét kívánok! Én magam is meglepődök azon, hogy most ilyen sűrűn jelentkezek, de megint kiütötte a biztosítékot nálam az, hogy hallottam megint a békemenettel kapcsolatban, hogy milyen nagyszerű kiválóságok vonultak föl a békemenet első-második soraiban. Hát ugye azokról a politikusokról nem is beszélek, vagy megmondó emberekről, akikről nekem egyébként is lesújtó véleményem van, akik az első sorban vonultak, de a második sorban külön kiemelték, hogy Pataki Attila és Fási Ádám is ott vonult a békemenetben. Most, hogy Pataki Attiláról lehet azt mondani, hogy egy csodálatos zenész, és én nagyon tisztelem, nekem hosszú ideig szoros barátság fűzött össze vele. De most azóta, mióta ilyen 15 éve úgy elfordult attól az iránytól, amiben ugye egyet tudtam érteni vele, vagy közösen tudtunk gondolkozni, azóta nem találkoztam vele, illetve nagyon ritkán, csak köszönünk, és már megyünk is tovább. Hát szegényt sajnálom, mert ugye ő maga beszámolt arról, hogy az UFO-k elvitték, és hát az UFO-k kísérleteztek rajta, és valószínű, hogy belenyúltak az agyába is, és hát ezért olyan történeteket mond el, ami számunkra elképzelhetetlen és nevetséges. De mondom, az Attila az legalább valamilyen teljesítményt mutatott az életben, és nem is kis teljesítményt. De ott van a mellette ez a csörgősipkás bohóc, ez a Fási Ádám, aki azt nyilatkozta most valamelyik nap, hogy még a Márki-Zajt még ő is megverné. Miben vernéd meg Ádám a Márki-Zay Pétert? Hát ugye nem lehet egy napon emlegetni titeket. Hát neked milyen teljesítményed volt az életben? Egyáltalán milyen iskolai végzettséged van? Ismerlek téged 35 éve. Amikor még ilyen kis pincér voltál Gyulán, már akkor ismertelek, és már akkor nyaltál nekem és a mi társaságunknak. A testvéredet én helyeztem el az én szállodámban, ott dolgozott, mint pincér. Hosszú évekig segítettem a szépségversenyekben neked. Én is voltam zsűri nálad, az én akkori feleségem és az én baráti köröm. Általában a sportolókat, színészeket én vittem a zsűribe. Tudom, hogy működött a szépségverseny. Tudom, hogy lehetett megnyerni egy szépségversenyt. Emlékszem, hogy volt egy ilyen szépségversenynek a, még nem is a döntője, hanem az egyik előfutama, és ott az a lány, aki az én barátnőm volt, hát az vitathatatlanul a legcsinosabb és a legszebb lány volt, később ő élt aztán a Vajnával 4 éven keresztül, gyönyörű, szép, szőke, magas, csinos lány. Nevét nyilván nem fogom mondani, mert személyiségi jogot sérthet. És akkor ott vesztünk össze, mert te azt mondtad, hogy hát hiába ő a legszebb, de nem lehet az első helyen, mert a helyi polgármesterre te már leboltoltad azt, hogy ki fog nyerni. Hát ez a te korrekt, tisztességes versenyed. És emlékszem, akkor ott össze is vesztünk, és ott mondtam neked egy-két erős szót, amiért te azonnal kihívtad a rendőrséget, meg a helyi komandót, és ott farkas szemet néztek velünk a komandósok 2 órán keresztül, és 3-4 hónapra rá fel is jelentettél. Ugye, hogy te voltál az egyik vamzer feljelentő, aki ellenem tett feljelentést rendőrségi kérésre, és amikor a bíróságon megjelentél, akkor ott szabályosan köpni-nyelni nem tudtál, és dadogtál, és azt mondtad a bírónak, hogy hát te fel vagy háborodva,
hogy neked itt nyilvánosan a tárgyaláson meg kell jelenni, mert te azt kérted a rendőröktől, hogy 30 évre titkosítsák a te vallomásodat. Hát neked elmentek otthonról. Milyen vallomást? Az, hogy azt mondtad, hogy én megfenyegettelek. Ezt kellett 30 évre titkosítani. Hát mindig is rossz indulatú ember voltál, és egy ügyetlen szervező, az, hogy a szépségversenyben éveken keresztül tudtál úgy elérni sikereket, hogy anyagilag fent tudtad tartani, ez mindig attól volt, hogy az aktuális hatalomba felé hajlottál és benyaltál. Ott voltam például, visszatérve még, hogy én emlékszem, hogy akkor, mikor 8 éven keresztül az MSZP-SZDSZ kormány volt hatalmon, akkor te mindig az MSZP-s képviselőkkel jártál, őhozzájuk dörgölöttél. Most a fideszes képviselőkhöz dörgölötsz, és amit te Bartelba tudsz adni, vagy tudtál adni, az ugye ezek a fiatal szép lányok, ezeknek kihasználtad azt a helyzetet, hogy tőled fügtek, hogy melyik szépségversenyre küldöd el őket. De Márki-Zay Péter, te megvernéd miben? Pingpongban? Úszásban? Futásban? Hát te föl voltál mentve testnevelésből. És arról se feledkezzél meg, hogy Márki-Zay Péter egy intelligens, értelmes, tanult ember. Több diplomája van, több nyelven beszél. Neked hány diplomád van, Ádám? Elvégezted a vendéglátóipari iskolát a pincér tagozaton? Én ott voltam Las Vegasban veled, amikor még a Donald Trump nem volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke, nem ő volt annak a szépségversenynek, a világszövetségének az elnöke. És meghívtak téged, mint a Magyar Szépségversenynek a rendezőjét, és nem tudták két szót makogni. Én Las Vegasban éltem akkor, és engem kértél meg, hogy menjek veled, és segítsek bejutni a szépségversenyre. Hát nem akartak beengedni minket, pedig akkreditálva voltunk. Úgyhogy ne vagánykodjál te, Ádám, ez először is, és te senkit nem tudsz megverni, még egy óvodás gyereket se tudnál megverni, még egy műveltségi tesztben sem, úgyhogy ennyire nem kell dörgölözni oda a mostani, jelenlegi fideszes barátaidhoz. Ezt csak el akartam mondani, és persze mondhatok bármit, meg hozzászólhattok, de azért ez fölháborító, hogy állandóan arról beszéltek, hogy az ellenzék vezérei, az ellenzéknek a választói, azok milyen ostobák, buták, nem normálisak, és rossz oldalon állnak. Elmondtam már, teljesen mindegy. Mi ezen az oldalon állunk, ti meg azon az oldalon álltok. El fog dőlni áprilisban vagy májusban, hogy ki nyer. És aki veszít, annak gratulálni kell majd a győzteshez, és ha az ellenzék veszít, akkor megint keserves 4 év elé fognak nézni. Ez van, de ez nem háború, vagy legalábbis nem így kéne felfogni. Várom továbbra is a jelentkezéseiteket. Viszlát, sziasztok!